Ugyanúgy, hogy azért nem lehet teljesen komolyan végig gondolva a dolgokat Wagnert elővenni Hitler miatt. Ugyanúgy igazából Enyát se kéne elővenni a Jakubcsek miatt. Tehát valójában nem ő tehet erről. Meg a Szilinóráról, meg a Marie Claire magazinról, meg az ezotérikus fasságokról, meg azokról a barátnőkről, akiket beviszel a kecótba, hogy keféltek, de már olyan nedves, hogy így izé folyik belőle, miközben megy, de ahelyett, hogy elővennénk az összes nemi jellemünket, ami van, és viszonylag gyorsan levezetnénk ezt egymáshoz, elkezd így a kezével így molyolni, tudod, hogy biztos volt egy csajotok, aki berakott valami kibaszott zenét, álltam Enyát, és arra így baszd meg! De ez az úgynevezett energiatánc. Olyankor ő az aurák mentén táncol. Itt az egyik aura vége, ott kezdődik a másik. Energia áramlik. Én meg betolom a kórház, baszd kell, várj, csinálj jó! Ne örüljünk már meg! Szóval igazából nem az Enya tehet róla. Tehát tényleg, ez... Ők biztosan nem tettek róla, hogy volt olyan barátnőm, aki neki mondtam valami rosszat, ami történt velem, hogy mit tudom én, a munkahelyemen összeveztem a főnökömmel, és akkor mondta, hogy akkor olvas egy kis kalorítset, és attól egy másik világba helyezed magad. De mondom, az meg, hát most figyelj, hogyha teherkázok, akkor szóval, hogy az attól még ezeket kurvára meg kell oldani, ezeket a problémákat. Tehát, és egyébként akkor már, ha elmenekülök, akkor hagyd a 19. századi Angliába, üljek egy lóval és mondjam azt, hogy oh darling, ez nem a farka, ez csak a sétapálca. Szóval, nem áll, bazd meg! Nem áll, hogy ilyeneken fantáziája, és vele kellett szerepjátékoznom, komolyan, szerepjátékoznom, és akkor ő, tehát így komolyan. Jó, hát volt az életemnek egy időszak, amikor nagyon ki voltam érző szexuálisan, nagyon sokáig. Ezek simán vállalható projekteknek tűntek, hogy szerepjátékoznak egy kefélésért. És akkor olyanokat mesélt nekem, az volt a kaland, hogy én egy ilyen 8000 éves fajnak vagyok a halhatatlan izéje, és izé, és akkor mondtam, hogy jó, hát oké, ez vagyok, és volt valami csaj, aki emiatt rám volt így kattamban, mert én valami, tudom én, viking isten voltam 800 éve, folyamatosan, és én megkúrtam rendesen, miközben mesélt. És ezen úgy kiakadt, mondta, és kérdeztem, hogy egy viking? Tehát szerintem egy 800 éves viking az egy szűz csajt, azt nem úgy, hogy közben a fejét így bassza bele a koronába. De nem, neki ez az egész kultúra az csak egy ilyen szaftoskodás volt, egy ilyen örök penetráció nélküli petting a valóságban, egy ilyen kis kurva biztonságos kis gurgulázás végig az életem. És mondom, nem az Enya tehet róla, ahogy a például a Jakub csekékről, akiknek az élet az ilyen habvirágos problémákon való ilyen kis lavírozás, hogy és hogy áll a koleszterined, meg ugye harmóniában van a család, meg a karrier, és akkor így fontoskodnak, mint a mágusok, hogy karrier, meg család. És akkor erre nem azt mondja a másik, hogy megcsal a feleségem, utálom a főnököm, és sikasztok. Mert az egy beszélgetés, hanem azt mondja, hát igen, nem könnyű ezeket a komplex problémákat összehozni, és ha valahol repedés keletkezik az illúzión, a hülyeség mátrixon, a hülyeség szerepjátékon, akkor előveszik a legőrültebb dolgokat, hogy de itt van a mágneses rezonancia, terápia, itt van, kenegettem a vaginámat egy gépolajjal, és fenyőmag, és ebben úszik egy ország. Ez volt az a pont, amikor a felvilágosodás elvesztette a harcot. Előtte érvelni kellett, Enya után nem sokkal, már simán egy pár beszédben azt mondták, hogy az olyan negatív, amit te mondasz, az olyan negatív. De hogy miről mondod a negatívat? Tehát, hogy mondjuk, de hogy most arról... Hát mondhatom mondjuk a negatívat a gyomorrákról. Az, ha összeadod a két mínuszt,
nem összeadni kell, hanem az egyiket függőlegesen tartani, akkor plusz úgy adja ki, de ez már túlzás. Már mit hozod ide a matematikát? Nekem volt annak idején egy ilyen beszélgetés, kereszt a nevelőapámnak a lánya, lányának volt egy keresztanyja, és annak volt egy férje, a Lajos, aki nem a keresztpapa, hanem a Lajos. A Lajossal így ültünk a nappaliban, és így éppen ebédeltünk, ilyen vasárnap ilyen családi ebéd volt, akkor a Lajos így megszólalt, és azt mondta, hogy azért az Adolf Hitler, az azért mégiscsak egy nagyon rendes, tisztességes, becsületes német ember volt. Erre mondta a keresztmama, a felesége, hogy Lajos, már megint politizálsz! De annyira röhögtünk anyámmal. És ez olyan szinten megmaradt, hogy...